Elkezdődött az influenza járvány, az elmúlt héten országos szinten 16 ezernél is többen fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. Nyílt nap a Debreceni Egyetemen, jelenleg közel 1300 diák tanul az intézményben, a középiskolások idén már duális képzésre is jelentkezhetnek. Foglalkoztatási együttműködés Tiszalökön. A most kötött paktum célja, hogy 2020-ig még közelebb kerüljön a térség a teljes foglalkoztatottsághoz. Hivatalosan is elkezdődött az influenza járvány. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az Emmi Kórház higiénés és járványügyi felügyeleti osztálya szerdán délután jelentette be, hogy a megbetegedési mutató átlépte a járvány küszöböt. Országos szinten január 15-e és 21-e közötti héten 32,7%-kal többen, azaz 16.850 ember fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. 60.250 influenza elleni oltóanyag érkezett tavaly a megyébe. A tiszti főorvos tavaly még a 47. hétben mindenkinek azt javasolta, hogy adassa be magának az oltást. Tavaly előtt ugyanis az 50. hétben kezdődött el hivatalosan az influenza járvány. Abban már tudjuk, hogy bizony az influenza az egy nagyon változékony kórokozó, és hogy már nem ugyanaz az oltóanyag van, mint ami tavaly volt, habár a neve az ugyanaz, az összetétele az nem ugyanaz. Én azt javasnálnám mindenkinek, hogy bizony oltassa magát. Tehát az influenza-szerű megbetegedésekben azért azt látjuk, hogy most inkább az adeno és az RSV igazolódott elsősorban, de azért ezek száma emelkedik, és bizony a fiatal felnőttek körében volt most az utóbbi a hetekben a legmagasabb a megbetegedések száma. Az Emmi Kórház higiénés és járványügyi felügyeleti osztálya szerdán jelentette be, hogy a megbetegedési mutató átlépte a járvány küszöböt. A figyelőszolgálatnál résztvevő orvosok jelentései alapján az országban a január 15-e és 21-e közötti héten az azt megelőző hetinél 32,7%-kal többen, azaz 16.850 ember fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. 2018 harmadik hetében három megye kivételével nőtt ez a szám. 100.000 lakosra levetítve a betegek száma Pest és Fejér megyében, valamint a fővárosban a legmagasabb. Csongrádban, Borsod-Abaúj-Zemplénben és Nógrád megyében a legalacsonyabb. Laboratóriumi vizsgálattal igazolt, influenza vírus által okozott megbetegedést 6 területen diagnosztizáltak. Ezek között szerepel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is. Itt két fő érintett, olvasható az ANTS honlapján. A betegek 26,6%-a gyermek, 33,3%-a 15 és 34 év közötti fiatal felnőtt, valamint a 35-59 évesek korcsoportjába tartozott a betegek 28,1%-a, 12%-uk pedig 60 év feletti volt. A kórházi jelentőszolgálat adatai szerint a harmadik héten kétszer annyi, azaz 96 beteg kórházi ápolása vált szükségesé influenza-szerű megbetegedés miatt, mint az előző héten. Intenzív ellátásban pedig a korábbi 8-hoz képest 22 beteg részesült. Interaktív, látványos elemekkel mutatta be legnépszerűbb szakjait a Debreceni Egyetem egészségügyi kara. Jelenleg 1300 hallgató tanul az intézmény képzésein, amelyek közül több éve a mentőtiszti a legnépszerűbb. Ez azoknak a fejlesztéseknek is köszönhető, amelyeket a közel 500 millió forintos Európai Uniós pályázati forrás biztosít. A Debreceni Egyetem egészségügyi kara évtizedek óta nyílt nappal várja a felvételiző középiskolásokat. Ezt évente két alkalommal szervezik meg, decemberben és januárban. Az oktatási intézmény fejlesztése is hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók tanulmányaik elvégzése után minél hamarabb el tudjanak helyezkedni. A statisztika szerint az itt végzett friss diplomások 90%-a fél éven belül, egy éven belül a diákok további 10%-a is elhelyezkedik. Az elmúlt években több uniós pályázatot is nyert fejlesztésekre az intézmény, amelyeket az infrastruktúrális feltételek javítására fordítanak majd. Összesen a források kb. 500 millió nagyságrendűek, ebben természetesen benne vannak laborok fejlesztése is, amit még nem említettem. Itt nagy értékű eszközök beszerzése is meg fog valósulni. A molekuláris gerontológiai laboratóriumot fogunk például létrehozni, és hát ezek is tulajdonképpen a
a kutatást, illetve a hallgatóknak is rendelkezésre fog ez állni olyan értelemben, hogy bekapcsolódhatnak bizonyos kutatásokba is. Tavaly kiemelt létszámban jelentkeztek hallgatók az ápolás és betegellátás alapszakra és szülésznőképzésre, de évek óta a mentőtiszti szak a legnépszerűbb a diákok körében. 2014 óta tanulok itt, 4 éves ez a képzés. A terveimben szerepel az, hogy mentőtisztként fogok dolgozni itt Nyíregyházán, szeretnék a mentőállomáson. Nekem nagyon tetszik ez a szak, szeretem az érdekességeit, nagyon sok új dolgot tanultam meg mióta ide járok, és szeretnék ezzel foglalkozni a továbbiakban is. Jelenleg 1300 hallgató tanul a kar valamelyik szakán. Az ide újonnan érkező végzett középiskolások idén 6 alap- és felsőoktatási szakképzésre, valamint 4 mesterképzésre jelentkezhetnek. Ennek határideje február 15-e. Szeptembertől pedig a szociális munka alapszak duális képzésként indul majd az intézményben. Márciusban jön az új ezres bankjegy. A Magyar Nemzeti Bank 2014-ben kezdte a bankjegycsere programját. Ennek következő lépése, hogy 2018. március 1-től forgalomba kerülnek az új 1000 forintos bankjegyek, amelynek régi változata 2018. október 31-ig használható a készpénz forgalomban, derül ki az MNB tájékoztatójából. A bankjegycserék eredményeként január 1-től már csak az új 20 000-esekkel fizethetünk. A régi 10 000 forintos bevonásáról azonban még nem született döntés. A bevont bankjegyek nem veszítik el értéküket, a készpénzforgalomban használható utolsó naptól számítva 3 évig bankban és postákban, 20 évig pedig az MNB lakossági pénztárában díjmentesen beválthatóak. A légúti betegségben szenvedők, a gyerekek és az idősebbek érezhetik annak hatását, hogy Nyíregyházán egymás követő 2 napon is túllépte a megengedett értéket a levegő szennyezettség. A szállópor légköri koncentrációjának napi átlagértéke január 23-án hétfőn 87 mikrogram per köbméter volt, kedden pedig 80 mikrogram per köbméter, a megengedett 75 helyett a szénatéri mérőállomás szerint. Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint a hétvégén folytatódik a stabil időjárás, ami a levegőminőség romlását vetíti előre, ugyanakkor a sok felhő ezt akadályozza. Összességében a szállópor légköri koncentrációja az egészségügyi határérték körül vagy felett alakulhat. A por belélegzése leginkább az aszmások állapotát súlyosbítja, valamint a baktériumok, vírusok szervezetbe jutásának is nagyobb a lehetősége ebben a levegőminőségben. A légszennyezettség további romlásának elkerülése érdekében a szakértők szerint érdemes kerülni az autók használatát, valamint a szilárd tüzelés helyett érdemes gáztüzelést használni. Közel 240 millió forintból fejlődik Tiszalök térsége a következő 36 hónapban. Ezt az az együttműködési megállapodás tartalmazza, amelyet csütörtökön írtak alá a városban. A paktum összefogja a munkaadók igényeit, és lehetőséget biztosít 2020-ig közel 100 fő foglalkoztatására, és több mint 20 fő képzésére. A megállapodás célja, hogy a térség és az ország még közelebb kerüljön a teljes foglalkoztatottsághoz. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatallal konzorciumban nyert közel 240 millió forintos támogatást Tiszalök város önkormányzata a terület és településfejlesztési operatív program keretén belül. A paktum célja a helyi foglalkoztatás erősítése. 36 hónapos maga a program, és ezen idő alatt kell azokat a vállalásokat teljesíteni, amiben a pályázatban lett foglalva. És tulajdonképpen itt azokat célozunk most meg, akik még a munkaerőpiacon, a versenyszférában még nem tudtak elhelyezkedni. Tehát két oldal a dolog. Egyrészt segítünk, próbálunk segíteni azokon, akik még legfeljebb közszélú foglalkoztatásban, vagy esetleg még abban sem találtak munkát és bért, illetve azokat a vállalkozókat, cégeket, tehát munkáltatókat, akik pedig már nem is gondolná az ember, munkaerő hiányban szenvednek. A paktum nekik is lehetőséget ad a probléma megoldására, hiszen az igények felmérésével párhuzamosan feltárja a térség munkaerő tartalékait is.
Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye munkaerőpiaci helyzete az óriási változáson ment keresztül. Míg 2010-ben közelítette a 20%-ot a munkanélküliségnek a mértéke, addig már ez 9% alá csökkent, köszönhetően annak, hogy azok a tervek és ötletek, elképzelések, amelyek a megyében megfogalmazódtak, azok támogatást is nyernek, és folyamatos a cégeknek a bővülése. Itt Tiszalök térségében a nagy megyei paktum kiegészítéseként a térségi paktum az további 105 ember foglalkoztatására fog lehetőséget adni, és 25 embernek a képzésére. Ez újabb segítséget jelent térségi szinten a munkahelyteremtésnek, amely a kormány jelenlegi programjában kiemelt fontosságú. A cél pedig a teljes foglalkoztatottság elérése, ami 3% körüli munkanélküliséget jelent. 6-7%-os itt a munkanélküliség, ez még egy picit az országos átlag fölött van, ezért is fontos, hogy a paktumba bevont vállalkozók támogatással fölvehetnek új embereket, új munkahelyeket létesíthetnek, képzésre is lehetőséget ad, 2020-ig tart, és én nagyon örülök, mint egyéni országgyűlési képviselő, mert hogyha ez a térség is tud fejlődni, emellett az uniós forrásokból fejlesztések is megvalósulnak, akkor itt ebben a térségben is a megtartó erő erősödik, és az emberek életminősége is javul. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara is hozzájárul a paktum sikeres működéséhez. Ők évek óta felméréseket végeznek a térségben, és ezek az adatok folyamatosan rendelkezésre állnak a paktum irodák számára. Az iparkamara közel 30 ezer gazdálkodó szervezetet tart nyilván, és nagyon fontos feladatának tartja azt, hogy ezekkel a gazdálkodó szervezetekkel megismertesse a paktumoknak a működését. Elmondjuk azt, hogy mire használhatják a paktumokat, hogyan kereshetik fel a paktumirodákat, és egy-egy igény kapcsán milyen nyomtatványokat kell kitölteni. Erről személyesen is adunk tájékoztatást az ügyfélszolgálaton, illetve a honlapunkon is nagyon sok információ megtalálható. A foglalkoztatási ráta jelenleg megyénkben a legmagasabb, azonban a szakemberek kiemelték, még mindig szükség van a helyi sajátosságokra alapozó foglalkoztatási paktumok működésére. 2017-ben országosan összesen 1519 fő kezdte el a határvadász képzést. Ebből megyei szinten 259 fő azoknak a száma, akik a nyírbátori kiképzőbázison kezdték meg tanulmányaikat. A toborzások és a kiképzések mindaddig folytatódnak, amíg a 3000 fős állományi létszámot nem méri el a rendőrség. A rendőrség 2016. szeptember 1-én kezdte a toborzást a határvadász bevetési osztályaiba. A területi szervek toborzó csoportjai több megyében és különböző rendezvényeken összesen 246 helyszínen fogadták az érdeklődőket. Országos szinten 2017 első negyedévéig összesen 1519 fő kezdte meg a határvadász képzést, ebből 259 fő Nyíbátorban. Usztics Attila 35 perc című műsorunkban kiemelte. Addig, amíg a 3000 fős állomány nincs betoborozva, nincs kiképezve, ezt a feladatot tovább folytatja a rendőrség. 2016. szeptemberétől az egyik legmagasabb létszám az, amelyet a megye toborzó csoportjai mind a felvételeljárásokba be tudtak toborozni, és végrehajtottuk ezen jelentkezőknek a felvételeljárását. Továbbá a képzést, akik megkezdték, az is egy magas létszám, és egy nagyon nagy eredményességi ráta az, amelyel ez a már betoborzott és képzésbe bevont állomány a későbbiekben már végzett és részszakképesítéssel rendelkező rendőrként meg is kezdette a szolgálatát. A felvételt nyert pályázók 6 hónapos iskolarendszeren kívüli modulális képzésben vesznek részt, amelynek első 2 hónapjában a rendvédelmi alapfeladatokat, majd az ezt követő 4 hónapban az őr járőrtársi modul teljesítik. A második modul eredményes teljesítése után komplex szakmai vizsgát tesznek, és őr járőrtárs részszakképesítést szereznek. De a téfitekkel ellentétben a rendészeti iskolák felvételi eljárásaihoz képest nem lett könnyebb a felvételi követelmény, tette hozzá Usztics Attila. Az első hullám nyilván, amikor megkezdtük a toborzást, akkor az újdonság erejével is hatott, és nyilván nem lehet megkerülni a kérdést, ami azt jelzi, hogy a rendészeti szakgimnáziumokba történő jelentkezést, ha eredményettelen volt a jelentkező részéről, egy újabb lehetőség volt nekik, egyrészt, hogy megmérettesse magát, másrészt, hogy hát, ha most ilyen nagyobb eredményességgel szerepelhet a felvételi eljárásban, és akkor ez így is történt. Ezt most is szeretném leszögezni, hiszen az összes ebben dolgozó kollégáim, és ezt támasztják el, hogy nem könnyítettünk a felvételi rendszeren, tehát ugyanolyan megfelelésnek kellett lenni a kollégáknak, mint ha oda jelentkeztek volna a rendészeti szakgimnáziumba.
A felvételi rendszer tehát nem változott. Határvadásznak azok jelentkezhetnek, akik 18. életévüket betöltötték, büntetlen előéletűek, és sikeresen teljesítik az egészségügyi, pszichológiai, illetve fizikai állapot felmérést. Temetőben próbáltak elrejteni csempész cigarettát. A pénzügyőrök egy ukrán határhoz közeli település temetőjénél gyanús nyomokat fedeztek fel. A ravatalozó mellett találtak egy járművet négy férfivel, ők elfutottak a helyszínről, és hátra hagytak 4500 doboz magyar adójegy nélküli cigarettát. Amint egy 6 millió forint értékű dohányárut és a járművet a pénzügyőrök lefoglalták, és ismeretlen tettesek ellen költségvetési csalás miatt feljelentést tettek. Baleset történt szerda este Nyíregyházán. A Debreceni út Kígyó utcai csomópontban ütközött össze két autó. Az egyik jármű figyelmetlenül kanyarodott a Kígyó utcára, nem biztosított elsőbséget, így nagy erővel neki csapódott a szemből érkező személygépkocsinak. A baleset során személyisérülés nem történt, az anyagi kár azonban jelentős mindkettő autóban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége és a Bárci Diáksport Egyesület csütörtökön rendezte a már hagyományos Diákolimpia regionális kosárlabda elődöntőt. A sportesemény a tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók részvételével zajlott, a megmérettetésen három megye csapatai képviseltették magukat. 10 évvel ezelőtt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből indult el a sérült tanulók versenyrendszerében a kosárlabda mint sportág. A szervezők ezzel a sportrendezvénnyel emlékeznek az iskola névadójára, Bárci Gusztáv gyógypedagógusra. Szendre Istvánné, a Szabolcs megyei Fogyatékos Sportolók Szövetségének elnöke kiemelte. Ez a sportrendezvény egy ösztönző program is egyben, amely segít a fogyatékkal élő gyermekek körében megszerettetni a kosárlabda sportágat. A mai rendezvényünk ez egy elindítója tulajdonképpen a sportágnak a megszeretetésére, ami sérült tanulóink körében, és mint elmondhatom, hogy a mi gyerekeink között is vannak nagyon ügyesek, tehetségesek, és ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy egymással tudnak versenyezni, látják azt, hogy ki mire képes, a szabályokat be kell tartani, egymásra kell figyelni, és kedvet kapnak azok is, akiknek most ugye még elég nehezen, gyengébben megy a játék. A csütörtöki sportrendezvényre három megyéből érkeztek játékosok, Borsod, Hajdú és Szabolcs megyéből. Az eseményen Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke kiemelte, lehetőséget kell adni mindenkinek, hogy minél több sportágban kipróbálhassák magukat, ez minden egészséges és fogyatékkal élő gyermekre egyaránt igaz. Most ugye itt a fogyatékosok Diákolimpiai megyei döntőjén vagyunk kosárlabda sportágban. Számunkra nagyon fontos az, hogy a saját közösségeinken belül is meg tudják mérni magukat, és tudjanak olyan versenyhelyzetben felmenni a pályára, amely számukra is úgymond egyenlő esélyeket biztosít, és valóban a saját közösségeiken belül a saját sorstársaikkal tudjanak a pályán megküzdeni, és ez én biztos vagyok benne, hogy sokat számít a több szempontból is. Egyrészt a baráti kapcsolatoknak a kialakulása szempontjából is nagyon fontos, másrészt pedig az egészségük szempontjából is nagyon fontos, hiszen a sport az egy olyan része az életünknek, amely nélkül nem igazán lehet élni, és nem is szabad élni, és ez a fogyatékkal élőkre úgy gondolom, hogy ez többszörösen igaz. A mostani sportverseny is ezt a célt valósítja meg, hiszen a sportolás keretein belül úgy segíti az egészséges életre neveléshez, illetve a társadalomba való beilleszkedéshez a fogyatékkal élő gyerekeket, hogy közben baráti kapcsolatokat is kialakítanak, és valóban közösségben tudják élvezni a sport adta örömöket. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Hivatalosan is elkezdődött az influenza járvány. Az Emmi Kórház higiénés és járványügyi felügyeleti osztálya szerdán délután jelentette be, hogy a megbetegedési mutató átlépte a járvány küszöböt. Országos szinten január 15-e és 21-e közötti héten 32,7%-kal többen, azaz 16.850 ember fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. Interaktív, látványos elemekkel mutatta be legnépszerűbb szakjait a Debreceni Egyetem egészségügyi kara. Jelenleg 1300 hallgató tanul az intézmény képzésein, amelyek közül több éve a mentőtiszti a legnépszerűbb. Ez azoknak a fejlesztéseknek is köszönhető, amelyeket a közel 500 millió forintos Európai Uniós pályázati forrás biztosít.
Közel 240 millió forintból fejlődik Tiszalök térsége a következő 36 hónapban. Ezt az az együttműködési megállapodás tartalmazza, amelyet csütörtökön írtak alá a városban. A paktum összefogja a munkaadók igényeit és lehetőséget biztosít 2020-ig közel 100 fő foglalkoztatására és több mint 20 fő képzésére. A megállapodás célja, hogy a térség és az ország még közelebb kerüljön a teljes foglalkoztatottsághoz. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták január 25-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Folytatódik a csendes időjárás, de holnap már több lesz a felhő fölöttünk. Továbbra is enyhe, alacsony magasságokban ismét nagyobb nedvességtartalmú levegő áramlik térségünk fölé. Az előttünk álló éjszaka többnyire felhős időre lehet számítani. Csapadék nem lesz, a délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában -4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben rövid napos időszakok mellett többnyire erősen felhős lesz az ég. Csapadék nem várható, a délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 3 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás várható térségünkben. A következő napokban változó nedvességtartalmú, továbbra is enyhe levegő áramlik a Kárpát-medence fölé. A hajnali, reggeli órákban számítani lehet ködfoltokra is. Ezek feloszlását követően egyaránt várhatóak erősen felhős, gyengén felhős, de akár napsütéses területek is. Szombaton és hétfőn kicsi a csapadék esélye. Vasárnap északon lehet néhol jelentéktelen esőre számítani. Vasárnaptól megélénkül a légmozgás is, ami további jelentős enyhülést hoz majd. A pálnapi derült idő a hosszantartó hideg előjele, tartották elődeink.